Már régebb óta tervezem ezt az epizódot, de úgy gondoltam, hogy úgy lesz a legmegfelelőbb, hogy akkor csinálom meg, amikor kész vagyok az egyetemmel, és lediplomáztam, és villamosmérnök lettem. Állítólag. Azért is mondom el gondolataimat, meg a tapasztalataimat, nem csak azért, mert hogy hú, de érdekes az én életutam, hanem inkább amiatt, hogy amiket tapasztaltam, amiken átmentem, abból leszűrt következtetéseket, tudást átadjam azoknak, akik még abban a cipőben járnak éppen, ahol én jártam régebben. Amiben. Kezdjük az általános iskolával. Az általános iskolában azzal kezdik, hogy a lelkes, kreatív, rohangáló gyerekeket beültetik és egy helyben ülésre kényszerítik nagyon sok ideig. Az egész tartásuk elkezd romlani. Egyébként a tartásról az egyik barátommal lesz majd egy sorozat, mert nagyon-nagyon érdekes dolgok vannak. A tartásnak konkrétan köze van az önbecsüléshez, oda-vissza. És hogyha valaki nagyon megszokja ezt a előredőlt hanyagtartást, akkor az rontja az önbecsülését például. És az az igazság, hogy sajnos ma még itthon Magyarországon nem azt dicsérik, nem azt becsülik, hogyha valaki kreatív, vagy hogyha saját önálló gondolatai vannak, hanem az tűnik az általános iskola feladatának, hogy ilyen pü-pü egyféle gyerekeket neveljenek, akik ugyanazt gondolják, ugyanazt reagálják, ugyanúgy viselkednek, mert ott van az alapvető, hogy magatartás. És akkor annak jó a magatartása, meg annak kiváló, aki csendben van, és csak, hogyha jelentkezik és megszólal, csak olyat mond, amit elvárnak tőle, tehát amit mondania kell. Emellett sajnos nagyon sok szülő is, aki nem elég okos, az egy az egyben átveszi azt, amit az ellenőrző mutat mondjuk. Nem az érdekli, hogy hogy érzi magát a gyereke, vagy mit gondol, vagy hogy szerinte mi volt, vagy hogy miért, mi van, hanem hogy a jegyek mit mutatnak. És hogyha a jegyek nem azt mutatják, akkor hogyha nem is fizikailag bántalmazza, csak csalódott, azt érezteti a gyerekkel ezáltal, hogy hát csalódást okoztál, nem vagy elég jó, és ez már nagyon szép kis életutakat beállít a kis traumákkal. Általános iskolában még én is úgy voltam, hogy mivel nem esett nehezemre annyira az, hogy mindenből jó jelet kapjak, meg mivel tanárgyerek vagyok, ezért a tanárgyerekeknek illik kiválónak lenni. Szóval annyira nem esett nehezemre, ezért rendesen felkészültem, megcsináltam a dolgokat, szinte minden évben kitűnő lettem, mindig kaptam könyvet. Viszont a szorgalmommal már ott is voltak problémák, hogy nem nagyon szerettem házit írni, meg úgy gondoltam, hogy nekem anélkül is megy, azt annyira nem díjazták, de végül mégis igazam lett, mert még utána mindig kitűnő lettem. Az a baj, hogy már általános iskolában megkezdődik az, amit egy kísérlettel is kimutattak, azt mondták tanároknak, tanítóknak, tanároknak, hogy ez a csoport gyerek, ezek nagyon jó képességűek, nagyon okosak, belőlük nagyon jó jegyeket ki lehet majd hozni, és ezért a tanárok úgy is álltak hozzájuk, és tudták, hogy ezekből nagyon jó jegyeket lehet kihozni, és így is lett. Másik csoportra meg azt mondták, hogy ők nem annyira jó képességűek, és a tanárok így álltak hozzájuk, és így is lett, rosszabb jegyeket kaptak, és semmiféle előkutatás nem volt arról, hogy milyen képességűek. Tehát tök random gyerekek voltak. Úgyhogy ennyit számít az, hogy kihez hogy állnak, hogy mit várnak el tőlük. Azért ez elgondolkodható erőteljesen. Szerintem egyébként ma Magyarországon, ahogy én láttam, nem csak a saját iskolámban, hanem barátaim elmesélés alapján az ő általános iskoláikban is, a
tanítóknak ugye 80-90%-át gyerekek közelébe se engedném, nem hogy rájuk bíznám a gyermekemet, hogy ők neveljék. Egy olyan korban, amikor a legfontosabb lenne, hogy hogy állunk hozzájuk. Persze minden korban fontos, csak hát minél fiatalabb valaki, annál erősebb traumákat lehet vele benne létrehozni, amit annál nehezebb egyébként utána megoldaniuk, hogy eljutnak arra a szintre, hogy felfogják, hogy igen, ez emiatt van, és ezt végig kell játszani, végig kell gondolni, ki kell beszélni magamból, ezeket a mintákat meg kell változtatni magamban, különben egész életére kihat. Van, aki meg el se jut idáig. Ah, itt vannak amúgy a bizonyítványai, elhoztam a videó kedvéért, hogy belenézzünk, hogy legyen már egy kis bulvár része is. Első évben jól megfeleltem. Második osztály. Példás, jeles. Az igen. Ó, bocsánat, nem. Nem voltam mindig kitűnő. A harmadikban környezetismeretből csak jó lettem. Következő példás, jeles. Ó, és ötödik B osztályban matekból kitűnő lettem, ami azt jelenti, hogy csak ötösön volt. Azt hiszem az a kitűnő, amikor egész évben egyetlen egy négyes sincsen. Hetedikben volt már néhány négyes ismételten, nyolcadikban is. Na és nekem sokáig, igen, mindig a magatartás szolgálom példás, de évközben nem mindig alakult ám így, csak azt csináltam, hogy amikor már többször szarjegyet kaptam, akkor egy ideig meghúztam magam, és nem voltam rossz gyerek, hogy a bizonyítványban majd példás lehessen, hogy örüljenek a szüleim. És a jegyzet itt a végén felvettem a Mezőkövesdi Szent László Gimnázium 9. A osztályába, ami a német osztály volt. Egyébként azért tanultam németül én, mert nem volt angol keresztesen akkor, amikor én nekem választani kellett, hogy mit szeretnék tanulni. És azért németet kellett tanulnom, amit rüheltem. És ahhoz képest, hogy a német volt a fő nyelvem, és német tagozatos ilyen előkészítő, tudjátok, az amikor egy évig csak nyelveket tanulnak, a deákok, a gimnáziumban német nyelvire mentem, ahol a második nyelvem volt az angol, és jobban ment az angol, mint a német. És itt van a gimis bizonyítvány. Na, a másik dolog, hogy ez nagy hazugság, hogy én végig a tesiből ötös kaptam, azért, hogy kitűnő legyek, meg hogy ezért a példás gyerek mindenből ötös, az egy kis tagadék voltam. Alig tudtam valamit csinálni, de mégis valahogy úgy alakult, hogy megkapjam az ötöst, és ezt én nem is érdemeltem meg. Ez szerintem fasság. Épp ezért gimnázium első osztályában, azaz 9-ben maradt tovább ez a jeles. Testnevelésből viszont 3-as lettem. Amit jogosnak érzek. Mert hogy úgy tudtam megcsinálni a feladatokat. Nem voltam sportos, akkor miért kapnék belőle ötös? Szóval itt már a 9-ben mulasztott órák száma 126. 10-ben mulasztott órák száma 242. 11-ben 155. 12-ben 135. 13-ban 71. És a gimnázium során kezdtük el azt megtanulni, igen, 10. évfolyamban, nem csak én, hanem sok olyan barátom is, akik szintén így általános végig kitűnőjeles, minden példás, hogy semmi nincs akkor, hogyha nem vagyunk kitűnőek. Semmi. Ez lehet, hogy basztatni fognak otthon, hogy jó, mi ez, hogy van, de rájöttünk, meg már így elkezdtük érzékelni, hogy ez az egész egy fasság. Épp ezért 10-ben jó, jeles, és akkor közepes, elégséges. Ami szerintem egy jó irány. Nem azért, mert hogy rosszabb vannak a jegyek, hanem mert rájöttünk, hogy az, ami minket nem érdekel, arra minek fektessünk fölös energiát. Főleg akkor, hogyha nem fogunk belőle érettségizni, nem fogunk tovább tanulni vele, akkor
tanuljuk meg a minimumot, jó, hogyha már bukás közelben vagyunk, akkor azért kicsit, nem tudom, tanuljunk az egy dolgozatra, de amúgy mi a fenének pazarolnánk az életünket arra, hogy olyan dolgokból készüljünk fel hibátlan ötösre, ami minket nem érdekel, soha nem fogjuk használni, persze azt fogjuk használni, amiből fölkészülünk, csak mondjuk szükséges ahhoz, hogy felvegyenek a főiskolára, vagy egyetemre, vagy akármilyen szakképzésre, amit szeretnénk. Szóval tök fölösleges. És persze sajnos ezt nem mindenkinek értik meg otthon a szülei, de valakinek szerencsére igen. Nekem például ilyenkor azt hiszem nem kifejezetten örültek, de aztán elmagyaráztam otthon, hogy hogy működik ez a dolog. Muszáj volt megérteniük. Például 11-ben már 3-2-esem és 3-3-osom volt. És nem volt 5-ösöm. Egyes semmivel nem voltam 5-ös, csak 4-es legtöbb dologból. De egyetlen 5-ösöm az volt, hogy a német nyelvből a 12.-13. évfolyam anyagából összevont osztályozó vizsgát tett a következő eredménnyel, 12.-13. 5-ös azért, hogy ne kelljen bejárni órára, meg fizikából is. 12. évfolyam anyagából osztályozó vizsgát tettem 4-es eredménnyel azért, hogy lehessen előrehozva érettségizni. Elkezdett könnyebbé válni a dolog. Igen, és itt angolból, meg matekból osztályozó vizsgát tettem. Egyébként én leérettségiztem németből, és angolból is? Igen. Leérettségiztem németből, meg angolból is. Ja, ami még érdekesség, hogy életmódváltás, amit ismertek, hogy 10-ben még tesi 3-as, 11-ben 4-es, és 12-ben meg 13-ban jeles. Igen. Ezeknek így kellett volna lenni általános iskolában is. Ennyit a gimnáziumi jelekről. Jelekről? Jegyekről. Amit még a gimivel kapcsolatban elmondani szerettem volna, hogy ez volt számomra a iskolák közül a legjobb korszak, hogyha általános gimi vagy egyetem közül kell választani, mert itt alakultak ki a legnagyobb barátságok, meg tényleg itt azokat a barátaimat megtaláltam, akikkel jelenleg is összejárok egészen gyakran, nagyon szeretem őket. Az általános iskolából két barátommal tartom a kapcsolatot, akik legjobb barátaim közé tartoznak, akikkel először elkezdtem edzeni, meg később boxolni, és ezt tartanám az egyik legfontosabb dolognak most, akik mondjuk általános iskolásként vagy gimisként néznek, hogy barátkozzatok, igazi mély barátságokat alakítsatok ki, mert ez az egyetlen értelmes dolog, ami megmaradhat az általános iskolából, meg a gimiből, mert nem a tanultak, mert a megoldó képletet, meg hogy mikor volt a kenyérmezei csata, azt nem fogod használni az életedben, valószínűleg soha. De ha meg a kellene is használni, akkor a telefont a zsebedből kiveszed. Beírod a Google-be, ez körülbelül 10 másodperc. Az iskolák egyébként arra jók, hogy meg tudjál érteni valamit, vagy meg tudjál tanulni valamit, nem arra, hogy aztán azt megjegyezd, és egy ilyen hatalmas lexikális tudásod megmaradjon, mert mi a szarnak abban a világban, ahol két gombnyomásra van minden tudás. Inkább pont arra kellene megtanítani az embereket, hogy különböztessék meg ebben a hatalmas információ túláradásban a laposföld elméletet a húr elmélettől. Mert ez fontosabb lenne, mint az, hogy mikor volt a kenyérmezei csata. Nagyon jó nosztalgikus pillanataim vannak a gimiből, mindig, hogyha együtt beszélgetünk, vagy akár egyedül is visszaemlékezek, mindig nagyon jó érzése, míg az általános iskolából azért kevésbé. Ott is volt egy-két jó pillanat, de ott sok volt a buláing, vagy hogy is mondjam, magyarul baszogatás. És sokszor még az ilyen haveri körökből is jött, és az szomorú, persze, a gyerekek azok kis ördögök. De hát minden hozzájárult ahhoz, hogy ott legyünk, ahol vagyunk, szóval nem bánom, ez így jó, ahogy van. A gimnázium eleje is egyébként olyan volt, és akkor így elkezdtük magunkat a ranglétrán felküzdeni, amiről tudtuk, hogy egy fasság, hiszen azok, akik elvileg az elején, a tetején álltak, azokról már akkor tudtuk, hogy ez a gyökerek. De mindegy.
konszolidálódtunk. A végére egész jó lett a csapat, már nem nagyon volt ez a ranglétre elmérett, mindenki ilyen egy szinten volt, és el voltunk. Meg a gimnázium végén az volt a legjobb, hogy tudtuk, hogy itt már probléma nem lehet ebből, és ezért rengeteget lehetett rosszalkodni. Mondjuk a tanárok nem biztos, hogy örültek neki mindig, de gyakorlatilag versenyt űztünk abból, hogy készítsük ki őket. Ezek szép pillanatok. Számukra nem biztos. Amiket leszartam, és nem nagyon készültem rá, azokból sokkal jobbat írtam, tehát ezért még a lazán nyilván gyakoroltam valamennyit, de nem vettem halál komolyan, azokból mind 80-90%-es, amire pedig ráfeszültem a matekra, olyan szart írtam, mint még soha. Mert nagyon bennem volt ez a teljesítménykészség, meg elvárás, mert mindenki, hú, izénő, nagyon jó matekból, meg fizikából, akkor hú, az érettsége is nagyon jó lesz, és akkor én kurva sokat készültem. Nagyon ráfeszültem, és nagyon szart írtam. De a kandóhoz is ez is elég volt, mert hát azért, mert a villamosmérnöki karra kell a nagyon sok jelentkező, ugyanis bemegy vagy 300 ember az első fél évbe, és a második fél évben már csak 150 van ott. És a harmadik fél évben pedig már csak 50. Tehát ez ilyen eléggé komolyan szűrik, hogy ki az, aki ezt meg akarja csinálni, és ki az, aki nem, vagy aki képes rá, vagy aki nem. Szereztem nyelvvizsgát. És mit gondoltok, milyen nyelvből? Hát nem németből, ami a főnyelven volt, és egész általánosban, meg még előkészítő gimis osztályban is azt tanultam több órában. Német nyelvből egyébként voltam egyszer nyelvvizsgázni, ahogy szokott lenni, tudjátok, 59%, ugye 60-tól van meg, azt hiszem, valahogy így volt, de na mindegy, az a lényeg, hogy 1%-kal kevesebb volt, mint amennyitől megvan. Fel is basztam magam, nem mentem többet, kapjátok be. Angolból viszont nem is készültem. Negyed annyit készültem, mint abból, viszont ezt jobban szerettem, meg jobban érdekelt. És lehet mondani a számítógépes játékokra, meg a sorozatokra, meg az animékre, meg a minden ilyen dologra, hogy ez egy fölösleges időpazarlás, meg hogy a gyerekeknek ez tiszta hülyeség, hogy ezt csinálják, de az, az igazság, hogy megtanultam belőle angolul. 81%-os lett, úgyhogy nem készültem rá különösen. A tanárnéni, az angol tanárnéni adogatott ilyen anyagokat, de nem is csináltam meg mindet. Tehát az a lényeg, hogy erre nem paráztam rá egyáltalán. Se az írásbeli, se a szóbeli részére is. Olyan lazán megcsináltam, hogy ez az igazság, hogy ami érdekel, amit szeretsz, az nem tűnik erőfeszítésnek. Meg jó, persze, akkor lehet mondani azt, hogy hát úgy gyakoroltam, hogy egy csomót játszottam számítógépes játékokkal, filmeket néztem, és akkor fejlődött a nyelvtudásom. Nem úgy, hogy könyvekkel leültem, és akkor tanultam a nyelvtan, meg amit tudom én. Angolból én most is úgy használom az angolt, és lehet, hogy sokat hibázok, de értenek, hogy ahogy jól hangzik. Mert sok-sok mondatot hallottam már életemben, meg sok kifejezést, és amikor ki szeretnék mondani valamit, és lejátszom magamból, hogy ez hogy hangzik, hogyha még nem hallottam olyat, amit én kitalálok, akkor az valószínűleg nem jó. Ahogyha hallottam olyat, akkor meg valószínűleg igen. És amikor Amsterdamban voltam már nem egyszer unokatesómnál, tesómmal mentünk mindig kirándulni, bulizni, akkor folyékonyan tudok beszélgetni angolul. Úgy, hogy ezt nem az iskolában tanultam. A gimnázium után meg jött az egyetem. Na és miért jött az egyetem? Hogyha valaki azt hiszi, hogy én mindig is villamosmérnök akartam lenni, akkor az téved. Mert soha nem akartam villamosmérnök lenni. De most már az vagyok. Mert ez úgy volt, hogy a gimnázium vége felé több lehetőség is volt. Az egyik az, hogy hát van nekem egy ilyen Facebook oldalam, meg YouTube-om, csatornám, egészséges életmód, egész sokan követnek, mit tudom, én ezzel foglalkozzak, de nem. Ebből éhen hasz. Ebből nem lehet megélni. A másik, amit nagyon-nagyon szerettem volna,
a kőbányai zenestúdióba elmenni gitározni. De gitározásból élhalsz, utcára kerülsz, ott fogsz majd gitározni. Nem akarok ilyen befásult lenni, hogy fú, hát nekem már mindegy, 25 évesen még előttem van az élet. Tök mindegy, hogy nem kezdtem gyerekkoromtól gitározni, hanem csak 17 évesen. Szarok az egészre. Egész egyszerűen ez úgy működik, hogy valamiben beleteszel mondjuk 10.000 órát, ezt szokták mondani, akkor abba virtuóz lesz és kész. Úgyhogy én most készen állok arra, hogy mivel most már megváltottam a szabadságomat, beletegyek 10.000 órát a gitározásba, és virtuóz legyek benne, és nem érdekel, hogy abból élek-e. Szeretnék minél több olyan dolgot csinálni, ami jó érzéssel tölt el, és nem az a lényeg benne, hogy megélek-e belőle, vagy hogy pénzt kapok érte vissza. És szeretnék minél több olyan dolgot csinálni, amivel másoknak adok jót. A gitározás persze abban benne van az is, hogy én nagyon szeretném, meg jól esik, de nyilván, hogyha más hallgatja, valakinek tetszik, örömet okoz, az már másoknak is jó. De ez az egészséges életmód, sportolás, ez a csatorna, ami itt van, ez a filozófia, gondolkodás, test, lélek, szellem, élethosszig tartó fejlődés, ezzel próbálom visszaadni a világnak azt a tudást, amit már megszereztem, amiket tapasztaltam. Honnan jutottam ide? Na mindegy, ez a lényeg, hogy miért lettem villamosmérnök? Azért lettem villamosmérnök, mert nem vagy hülye gyerek, ezért diplomát kell szerezni. A diploma nélkül az ember meg van lőve. Lehet, hogy 1970-ben így volt, vagy 80-ban, vagy nem tudom mikor, de hogy a mai világban, hát nem csak az számít. Ezzel nem azt mondom, hogy ne menjetek egyetemre, mondjuk, hogy a gimnazista nézőim vagytok, hanem azt mondom, hogy menjetek oda, ahova igazán szeretnétek ti. Hallgassátok meg a szüleitek véleményét, a barátaitok véleményét, nézelődjetek utána, kérdezősködjetek, de a végén ti döntsetek, és ne hagyjátok, hogy helyettetek döntsenek, és ne engedjétek azt, hogy ne legyen az, hogy jó, oké. Nem azt mondom, hogy megbántam, hogy elmentem erre a villamosmérnöki képzésre, bár őszintén gratulálok magamnak ahhoz, hogy akkor miért nem egy büfészakot választottam, amit könnyen lett volna elvégezni, de most már mindegy. Olyan szempontból ez jó egyébként, hogy ha nem is a szakmában akarok elhelyezkedni, mert végtére is a villamosmérnöki képzésemnek a vége, a modulja az a videós, médiakommunikációs technológiák, videós és zenész dolog volt. Épp ezért választottam a villamosmérnöki kart, hogy nézegettem itt a Kandó honlapját, és akkor zenészeknek, videósoknak modul, itt is elmerülünk a zenélés, meg a videó formátumok, meg hogy kell videót csinálni, hogy kell zenét. Mondom, hát ez kurva jó. Aha. Csak hogy ez a 3,5 éves képzésnek az utolsó egy éve. Tehát az első 2,5 az nem erről szól. Ezt megtapasztaltam. Nem mondom, hogy olyan rohadt nehéz a Kandó. Voltak benne olyan részek, amivel vért izzadtam, és már nagyon ki volt a faszom. És nem azért, mert hogy rohadt nehéz lett volna, hanem mert nem tanították meg rendesen. Olyan volt például a programozás, hogy az órán így megmutatták, hogy kell összeadni azt, hogy 4x4. És akkor a ZH-n pedig azt várták el, hogy számolt ki a vonalmenti integráját. Tehát, hogy érzékeljétek a különbséget. És akkor a maguk mérnökök lesznek, gondolkodni kell tudni. Hű. És akkor bukási arány az olyan volt, hogy 30 fős csoportból mindig egy-két ember ment át egy fél évben. És ezek is úgy, hogy azokkal a barátaikkal, meg ismerőseikkel, akiknek volt ilyen, akik jól tudnak programozni, mert érdekli őket, és ők maguktól megtanulták, vagy ezzel foglalkoznak, azok megmutattak részletesen mindent, és ezzel a tudással tudtak elmenni ZH-ra. Pedig szerintem úgy kéne működnie, hogy az órán átadják azt a tudást, amit számon lehet kérni, és persze kell otthon gyakorolni, kell otthon akár nehezebb példákat is megoldani mindenből, önállóan,
Csak hogy nekem olyan is volt, hogy a kiadott ilyen 50 darab gyakorló feladatot végigcsináltam mindet. És aztán az EH-ba olyan volt, ami köszönő viszonyba se volt egymással a kettő. Programozásból 5-ször megbuktam, és 6-odjára 4-es lettem. Vagy például elektronikából 3-szor megbuktam, 4-1-ére 5-ös lettem. Voltak egyébként jó pillanatok az egyetemen. Az egyetemen már inkább volt jellemző, hogy egy emberszámba vesznek minket, és nem így kioktatni akarnak. Meg a megnevezés is, hogy kollégák mindig ezt mondták, ez ilyen megelőlegezett bizalom. Meg ahogy haladtunk előre az egyetemen, már nyilván össze nagy csoport, és aztán egyre, hogy szakok, modulok egyre kisebb csoportokba, aztán a nevünket is tudták, jóba voltunk. Ahogy haladtunk a vége felé, egyre jobb volt. Azért tartott egészen sokáig nekem elvégezni ezt az egyetemet, mert az elején megtolta. Az elején ezt az általános iskolás módszert alkalmaztam, hogy oké, csináljuk akkor. Abból vettem egyébként az első számítógépemet, ami vághattam a videókat a csatornára, hogy az első fél évben olyan jó lett a tanulmány átlagom, hogy kaptam havi 26.500 forint ösztöndíjat. Amúgy a kandón egyébként rohadt nagyok az ösztöndíjak. Ebből a szempontból az országban az egyik legjobb, mert azt hiszem, hogy az évfolyam elsőnek ilyen havi 48.000, hát az elég komoly. Azért, mert jó tanultál, úgyhogy ez motiváló, hogy tanuljál. Kötöttem barátságokat már ott is az elején, és az tök jó volt, és ezt most az egyetemista nézőimnek mondom, hogy rohadt jó együtt tanulni, meg egymással versengeni így poénosan, hogy ki ír jobb dolgozatot, meg együtt írni a házit, meg együtt készülni a dolgokba, mert úgy van kedve az embernek, meg lehet, hogy közben legurul egy-két sör, és jókat röhögünk, és el is készül a házi, meg persze lehet azt úgy is csinálni, hogy nem csináljuk a házit, csak akkor nem haladunk. Szóval rohadt jó olyan társakat találni, akik szintén akarnak tanulni, haladni. Na most, amikor szakirányválasztás volt, akkor sajnos ezekkel a barátaimmal más szakirányra mentünk be, és az egyik abba hagyta az egyetemet, mert azt mondta, hogy neki ez túl nehéz. De azóta meg már újra kezdte. Remélem, hogy sikerül neked. Legjobb lánybarátommal, Hermionéval, azért hívtam Hermionénak, mert olyan volt, mint Hermione, hogy mindenből felkészül, minden szépen megtanul, megcsinál, és akkor vele versenyeztem, és azért is lett ilyen jó az átlagom, mert mindig az, hogy kinek lesz a jobb. Na most, amikor külön szakirányra mentünk, és akkor úgy közeg, nem is ismertem őket annyira, és nem alakítottam ki ilyen tanulós barátságot, meg az élet is elvitt már erre-arra, akkor így lezuhant az átlagom, és elkezdtem azt, amit javaslom egyetemista társaimnak, vagyis hát én már nem vagyok, de akik egyetemisták, hogy ne. Ez rossz döntés, rossz tanácsadó. Amikor mit parázol? Van pótzéh. Van aláírás pótlóvizsga. Van pótvizsga. Van keresztfél év. Vannak önköltséges fél évek. Ne indulj el ebbe az irányba. Soha ne menj úgy ZH-ra, hogy majd a pót ZH-n. Nem. Mindig próbáld meg minél hamarabb túl lenni rajta. Ha valamit szeretnél, akkor nem engedheted meg magadnak azt, hogy ne készülj fel belőle rendesen, hiszen túl akarsz lenni rajta. És hogyha nem készülsz fel rendesen és megbuksz, akkor még tovább kell azzal a szarral foglalkoznod. Úgyhogy tanuld meg a lehető leghamarabb. Ez a legegyértelműbb dolog. Szokták kérdezni tőlem, hogy javaslom a kandót. Az a válaszom, hogy ha érdekel tényleg, ezzel szeretnél foglalkozni. Nézz utána részletesen, mit jelent ez a villamosmérnök. Ne úgy, mint én, hogy ha van zenés, meg videós szakasz, a videó meg a zene érdekel. De nem ennyi a villamosmérnök. Úgyhogy nézz utána részletesen annak, amit kiválasztottál, meg ami szimpatikus, beszélgess emberekkel, kérdezz meg szintén olyanokat, akik most épp oda járnak, beszélj olyan barátaiddal, akik oda jártak, mert ők talán még jobban el tudják neked mondani, és úgy válaszd ki az adott egyetemet.
hogy azt mondom, hogy a Kandó az villamos mérnöki karként nagyon király, hogyha érdekel. Mert tényleg azoknál a részeknél, amiknál már be tudtam kapcsolódni, rá tudtam hangolódni, akkor az ott tök jó volt. Amiknél meg nem, az nem. Itt van a diplomám, mint villamosmérnök. Itt már főleg számít az, amit az elején elmondtam, hogy az kurvára mindegy, hogy mondjuk elektronika 2-ből hanyas lettél, vagy programozásból, vagy akármiből a valamelyik fél évbe, ugyanis annyi a lényeg, hogy itt van-e, hogy az oklevél minősítése kiváló. Ugyanis ez az utolsó államvizsgán dől el, hogy milyen az oklevél minősítése, és az, hogy milyen jegyek voltak közben, mert itt van végig a leckekönyv, hogy melyik anyagot melyik fél évben csináltam meg, milyen érdemjegyek, és akkor letiltva, egy csomó van benne ilyen, és ez egyébként nem számít. Abból a szempontból, hogy az oklevél minősítése milyen lesz. Csak az utolsó államvizsga. Ha valamit szeretünk és valami érdekel, akkor azt magunktól is fogjuk gyakorolni otthon, és ez nem is fog olyan tanulásnak tűnni, mint ami a hivatalos tanulás, mert hogy ez lenne az értelmes, ez lenne az igazi, ez lenne a jó, hogyha valakit valami érdekel és foglalkozik vele magától, akkor az nem egy durva erőfeszítés és önmagadnak a megerőszakolása, hogy jöjjél oda és csináljad, hanem ez ilyen magától jön. Most például japánul tanulok. Ha megkérdeznétek, hogy miért, nem biztos, hogy értelmes választ tudnék adni rá, mert nagyon szeretem a Dragon Ballt, azért nem kezd el valaki japánul tanulni, mert mások is szeretik a Dragon Ballt és nem tanulnak japánul. De egész kultúra nagyon tetszik, de hát másoknak is tetszik, és nem kezdenek el tanulni japánul. Nem tudom, ezt csak így kitaláltam. Szeretnék olyan dolgokat csinálni, amit csak úgy csinálok, és jól esik. És tanulok japánul, nincs vele célom. Nem szeretnék belőle pénzt csinálni. Sajnos nagyon sok mindenki úgy áll a dolgokhoz, hogy meg akar milliárdosodni, és akkor ezt csinálom, és akkor ebből majd meggazdagszom. Ezt már biztos nagyon sokszor hallottátok, de ez rossz taktika. Mert a világ az így leszarja, hogy te milliárdos akarsz lenni. Úgyhogy inkább fordítsd meg a dolgot, és azon kezdj el gondolkodni, hogy mi az, amit te adhatsz másoknak, ami olyan értékes nekik, hogy te abból visszakapsz. Én ezt a csatornát például, hogyha úgy indítottam volna el, hogy ebből meg akarok milliárdosodni, akkor már rég bezártam volna, ugyanis az első... Nem, várjál... Azt hiszem az első 5 évben 0 forint bevételem volt belőle, sőt, még kiadásom volt rá, hogy számítógépet azért vettem ilyen kifejezetten erre specifikált számítógépet, meg ezért vettem eszközöket hozzá. Nekem csak kiadásaim voltak a csatornából, de azért, mert jól esett csinálni, meg át akartam adni a tudást, meg örültem annak, hogy tudok segíteni embereknek, meg olyan leveleket írtak, hogy fú, nézték a videómat, és már 30 kilót lefogytak, és ez kurva jó volt. És szó nem volt arról, hogy pénzt keressek belőle, szóval ezt azoknak mondom, akik mondjuk videózni akarnak elkezdeni, hogy ne úgy kezdjétek el, hogy nagy pénz lesz belőle egyből. Mert én még most se tartok a nagy pénznél, őszintén szólva. Lehet, hogy soha nem is fogok eljutni a nagy pénzekig. Mivel mindig használok jogvédett zenéket, mert szerintem sokkal fontosabb az, hogy videó király legyen és jó zene legyen benne, nem pedig az, hogy bevétel maximalizálás, ezért a YouTube-tól nekem nincs bevételem. Nulla. Csak a támogatóktól. Szóval, ha szeretnél támogatni, akkor támogass. Most itt van 22 000 ember, ebből 100 az, aki úgy érzi, hogy annyit adott már neki a csatorna, hogy ezt vissza szeretné adni, vagy megteheti, és szeretne támogatni. Ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ja, és még a teljesítmény kényszerül annyit, hogy a mai napig a rémálmaimnak a legnagyobb része az iskolával kapcsolatos. Ilyenek, hogy dolgozat van és nem érek oda, tudom a válaszokat, de lejár az idő, tehát úgy kerülök bele a helyzetbe, a jelenetbe, hogy tudom, amit tudni kell, de mondjuk
20 másodperc múlva vége a dolgozatnak. Az államvizsga után például, már amikor kész volt, meg volt teljesen 100%, hogy sikerült, minden megvolt, még álmodtam olyat, hogy nagyban nyugodtan el vagyok, és jön egy telefonhívás, hogy hol vagyok, mert hogy zajlik az államvizsga, hogy a próba államvizsga, vagy ez a teszt államvizsga már kész van, de az igazi államvizsga az most zajlik, és hol vagyok, nem vagyok ott, és nem tudok odaérni. Tehát ez egy enyhe traumákat hagyott az iskola, és szerintem nem csak nekem, mert másoktól is hallottam már ilyesmit. És akkor így szokott keveredni egyébként az általános iskola, a gimi, meg az egyetem, tehát hogy mondjuk egy gimis teremben van általános iskolai osztálytársam is, meg egyetemista osztálytársam is, és ZH-t írunk a gimnáziumban, szóval akkor szokott ez keveredni, és érdekes. De legtöbbször csak rossz tekintetben szokott előjönni, tehát nem ilyen vidám állunként. Ezt már az általános iskolásoknak is mondom, de főképp gimnazistáknak, egyetemistáknak, ne hagyjátok, hogy droidokat képezzenek belőletek, akik egyformán gondolkodnak, ugyanazt válaszolják minden kérdésre. Zsorosz! Kurli jó Isten, baszta meg a pofára! Azt csinálják, amit kell, hanem... lázadjatok kicsit, mert nem érdemes beállni a tömeggyártott fos közé. És azoknak, akik már nem járnak iskolába, azt szeretném elmondani, hogy soha ne hagyjátok abba a tanulást. És főleg akkor, hogyha nem vagy elégedett most azzal, amit csinálsz, amit dolgozol a munkáddal, amivel a munkát teszik ki az életed legnagyobb részét, és annál rosszabb nincs, hogyha úgy érzed, hogy valami hiába valót csinálsz, amiben te nem vagy benne, hanem csak a pénzért csinálod azért, hogy túlélhessél, az egy rabszolga munka. Olyan foglalkozást kell magadnak találni, akár mindenfélét kipróbálni és menni egymás után teljesen különböző helyekre, addig, amíg el nem jutsz oda, hogy legyen kedved felkelni reggel és menni csinálni. És nekem nagyon jó, hogy megtaláltam az edzést, mármint az edzést tartást, mert egyáltalán nem tudom elképzelni magam úgy, hogy reggel 8-tól délután 4-ig, mondjuk minden nap heti 5-ször villamosmérnökként egy cégnél dolgozni, ez nekem egy halál lenne. De ez, hogy edzéseket tartok, ezt imádom. És én nem úgy megyek oda, mint hogy a munka lenne, hanem gyakorlatilag nagyon jól érzem magam, és örömmel megyek oda, és várom, hogy mikor lesz edzés megint. Szóval mindenkinek valami ilyesmit kell megtalálni. Nem azt mondom, hogy mindenkinek edzőnek kell lenni, mert valakinek biztos ez sem lenne jó. Valakinek meg pont az a jó, hogy megvan határozva, hogy 8-tól 4-ig ezt kell csinálni, valaki ezt szereti. Mindenki különböző, meg kell találni az, hogy mi az, amit szeret. Végső soron egyébként abszolút nem bántam meg, hogy elmentem egyetemre és végigcsináltam. Annak ellenére sem, hogy ilyen hosszú ideig széthúztam, meg hogy közben passzív fél év volt. Ugyanis, hogyha ez nem lett volna, akkor a passzív fél év alatt csináltam meg az edzőit, akkor nem lehetne a jelenlegi szenvedélyemnek élnem, mert lehet, hogy tök más csinálni. De ezt soha nem tudhatjuk meg általában. Az a lényeg, hogy minden jó, ha a vége jó. Bár most nincs még vége az életemnek, de ez a szakasz lezárult. Amit még el akartam mondani, hogy nem fogom abba hagyni a tanulást. Nyilvánvalóan az önfejlesztés az megy ezerrel. Olvasok, meg képzéseket is szeretnék még elvégezni. Edzéssel kapcsolatban többfélét is. Kajálással kapcsolatban képzéseket, meg a pszichológiát, azt főleg könyvekből, önfejlesztő jelleggel. Tanulom a japánt, csinálok majd japán nyelvvizsgát, és most a nagy célom és vágyam, amiért rendesen oda teszem magam, hogy építsek egy olyan autót, ami egy lakóautó, de nem ez a régi csehszlovák, ami ilyen kocka és undorítóan néz ki és előre kész van, hanem egy olyan transporter jellegű, amit én belülről berendezek, én megtervezek, megcsinálok, persze majd megkérek szakértőket, de nem így egyedül, mert nem értek hozzá, de erre nagyon kíváncsi vagyok, és ez lesz a csatorna egyik jövője, lakóautó építése egyrészt, aztán pedig az utazások, és nyilván az egészséges életmód az utazás alatt is, na meg túrázások,
Szóval ki fogom egy kicsit bővíteni, ez a végső terv, hogy ne csak edzés legyen, edzés, kaja, pihenés, hanem már ahogy most is eddig is volt, lélek, pszichológia, szellem, önfejlesztés, tanulás, tehát ilyen testi, lelki, szellemi egészség. De ahogy az iskolákkal kapcsolatban az a konklúzió sajnos, hogy egyetlen feladata kellene le, hogy legyen az iskolának, hogy megszerettesse a tanulást, megtartsa a gyermeki kíváncsiságot, és szerintem pont ez ellen dolgozik a jelenlegi rendszer, úgyhogy ezt sajnos magunknak kell újjáéleszteni magunkban, vagy akinek még nem hunyt ki ez a tűz, akkor ezt tartsa mindig magasan ezt a lángot, hogy legyünk kíváncsiak, akarjunk fejlődni, akarjuk megismerni a világot, legyen olyan dolog, ami érdekel minket, és ne csak múlassuk az időt, mint ahogy nagyon beszédes ez a magyar szó, hogy mulatni, ami azt jelenti, hogy múlatod az időt, tehát nem értelmes, hasznos dolgot csinálsz, csak teljen már az idő. Ami nem azt jelenti, hogy most nem azt mondom, hogy nem kell szórakozni, csak hogy ne minden tevékenység ilyen. Azért legyen egy tevékenység, hogy kitöltse az időt, hanem legyen olyan is, aminek azt érzed, hogy adsz a világnak, haszna van, ettől több lesz a világ, mint volt. Na és zárszóként, ami már nem a témához kapcsolódik, csak néhány csatornával kapcsolatos információ. Mint ahogy az előző videóban is láthattátok, hogy új helyszín van, és nem lehetett ismerős eddig, hiszen nem a mezőkeresztesi otthon, és nem is ahol eddig laktam, mert Noémivel úgy döntöttünk, hogy köszönjük szépen, ez szép volt és jó volt, és mostantól külön válnak az útjaink. Ennek részleteibe majd a vlogban nem annyira nagyon mélyen fogok belemenni, csak azért elmesélem. Nincsen semmi probléma, nem történt semmi különös dolog, csak egyszerűen megbeszéltük, hogy mindketten úgy érezzük, hogy nem vagyunk egymáshoz valók, és hogy ez eddig jó volt, és ne menjen át másba, ne menjen át olyan kapcsolatba, ahol tönkretesszük egymás életét, hanem itt szépen zárjuk le. Közösségben, békességben, szeretetben lezártuk. És most ismét tesómmal fogok élni egy albérletben, ebben, ahol most vagyunk. Nem tudom, hogy ezután hogy fog alakulni, de majd meglátjuk. Emellett lehet jönni még a harmadik csoportba edzeni, az első kettő most elég sokan vannak, de a harmadik csoportban vannak még helyek. Ezzel kapcsolatban lesz az egyik következő videó, ami egy ilyen motivációs jellegű lesz, ugyanis ez a csoport, ez reggel 6-tól 7-ig van, szerdán és pénteken, tehát ide csak az igazán roki lelkületűek járnak, szóval gyertek edzeni reggel. Ennek a részletei majd abból a videóból kiderülnek. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha kedvetek támogatni, akkor még egyszer nagyon szívesen veszem, ugyanis ez is megy a gyűjtésre. A patronos pénzből gyűjtögetem a komolyabb felszerelésre, ezt szeretném a videózásra költeni mindig, vagy videós cuccra, vagy laptopra, vagy minden, ami ezzel kapcsolatos. Az autóra pedig külön gyűjtök, a fizetésemből rakok el folyamatosan. Azt hiszem, hogy ennyi. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót. Ha tetszett, akkor nyomjál egy lájkot, írd le a véleményed az iskoláról, és találkozunk legközelebb. Ciao!